A német kormány és a koronavírus járvány miatt a csőd szélére került Lufthansa légitársaság menedzsmentje elvi megállapodásra jutottak egy közel 10 milliárd eurós mentőcsomagról, amelynek részeként a német állam 20%-os részesedést szerez a vállalatban a közelmúltban létrehozott gazdasági stabilizációs alapon keresztül. A javaslat lényege, hogy jelentős segítséget nyújtunk egy olyan vállalkozásnak, amely fontos a német gazdaság számára, korábban nagyon sikeres volt és önhibáján kívül került nehéz helyzetbe, mondta a bajor miniszterelnök. Így a Lufthansa újra talpra tud állni, méghozzá anélkül, hogy államosítani kellene, mert ez nem lehet a célunk. 300 millió euró értékű rendes részvényét a német állam legkésőbb 2023-ban eladja, míg az 5,7 milliárd euró értékű úgynevezett csendes részvény visszaváltásának nincs határideje. A megállapodásra még a Lufthansa részvényeseinek és az Európai Bizottságnak is rá kell bólintania.